hostí, aby hodnotil zápas. My sme vstúpili do zápasu. Zejména pri pressingových situácii sme nechávali soupeři spoustu prostoru pro založení kombinácie. Mi tulajdonképpen rosszul kezdtük a mérkőzést, egy csomó kiaknázatlan helyzetünk volt, és számos esetben indokolatlanul hattuk, hogy az ellenfél a vetélytársunk érvényesüljön. V týchto situáciách soupeř prokazoval velikou kvalitu, zejména v prvním poločase, týče kombinace, kvality technických vybavení hráčů. És ezeknél a helyzeteknél az ellenfél rendkívüli képességekről tett tanúbizonságot, főleg a kombinációk kidolgozása, alkalmazása terén, illetve technikai szempontból is. A druhého poločase sme chtěli hrát mnohem více agresívnej v osobných soubojích, to byl náš úkol číslo jedna. Pomohlo nám, povolili nám k tomu zlepšený výkon ještě dvě věci, a to bylo, že soupeř dostal červenou kartu, a že jsme měli trošku i vítr v zádech, že ta naše hra byla mnohem lepší. És a második fél időben éppen ezért sokkal agresszívabb játékfelfogásban akartunk focizni, agresszívabbak akartunk lenni a párharcoknál, az ütközéseknél, és segített nekünk az, hogy az ellenfél kapott egy piros lapot. Podle toho vývoje zápase ten výsledek je pro nás velmi, velmi přijatelný, velmi dobrý, ale pořád je to poločas a příští den musíme hrát mnohem lépe, aby jsme postoupili. És az eredmény a számunkra messze menően elfogadható, de itt ugye még ez csak az első forduló volt, úgyhogy legközelebb sokkal jobban kéne játszanunk. Köszönöm. Megkérem Garami Mestert, hogy ő is kikerül a szívés. Köszönöm, Mester Garami, hogy ki is hozott az zápas. A helyzetünkből kifolyólag iramú mérkőzést, intenzitású mérkőzést játszottunk az utóbbi időben, mint amilyen ez a meccs volt. Boli našej situácii v poslednej dobe sme hrali málo takýchto intenzívnych zápasov, ako bol tento dnešný večerný. Veszélybe forogtak az első félidőben a kapus kollégium, hol a másik. Ebből nekünk sikerült jól kijönni, egy gyönyörű akció végén, szél volt előttünk. Bránky boli v prvom poločase neustále v ohrození, z toho sa nám podarilo dobre výjsť a strelili sme vďaka veľmi dobrej akcii jeden pekný gól. A fél időben természetesen néhány dologra fölhívtam a figyelmet, de arra nem, hogy egy 15-20 perces szél jön a második fél idő elején, ami kicsit kellemetlen volt és váratlanul ért bennünket. Počas prestávky som upozoril hráčov na viacero vecí, ale nepočítal som, že 15-20 minút bude taký intenzívny, taký silný vietor, ktorý bol pre nás nepríjemný a aj nečakaný. Különösen azért, mert többet támadott ebbe az időszakba Szenika, és a magas játékosokat nehezen tudtuk semlegesíteni, különösen a kiállítás után, és talán a legjobban fejlő játékosok. Kezdjük a kiállítás sorsára. A to nám teda bránilo, zas pomáhalo súperovi. A okrem toho bolo pre nás aj veľkou nevýhodou, že bol vylúčený jeden z našich hráčov, snáď práve ten hráč, ktorý má najlepšie hlavičky. Takže aj toto nás zastihlo ako veľmi nepríjemné prekvapenie. Én úgy gondolom, hogy a kiállítás és a kezezés, azt majd megnézem, de itt a játékosok elmondása szerint erős volt az ítélet, az egyik. Másik pedig a második félidő vége felé volt egy eset, amikor gólhelyzetbe került a Nikházi, és akik tévén nézték, azt mondják, hogy közel volt, az volt a közelebb talán a 11-eshez. De általában nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, meg erre hivatkozni, de azért ezt el kell mondani, hogy ez azért befolyásolta a mérkőzésnek a végeredményét. Na to vylúčenie aj na nedovolené dotyky lopty rukou sa ešte pozriem. A podľa tých, ktorí sa na celý zápas pozerali cez televízor, tak boli toho názoru, že keď už sa chýlilo ku koncu, tak tá situácia okolo Vykházyho mala veľmi blízko k trestnému kopu, k jedenástke. Ja sa ale
nemám vo zvyku zaoberať sa rozhodnutiami rozhodcov, takže k tejto veci sa nechcem nejak zvlášť vyjadrovať. Én a játékosaim mentalitásával és a hozzáállással és a játékkal is nagy részt elégedett vagyok. Úgy gondolom, hogy pillanatnyilag mennyire voltunk képesek. Čo sa týka mentality, čo sa týka postoja hráčov, tak som s tým spokojný. Som viac menej spokojný aj s tým, čo predviedli s ich hrou. Myslím si, že momentálne sme boli schopní prezentovať to, čo ste videli. Remélem, hogy a visszavágón még többre leszünk képesek. Természetesen az első félidőnek tekintjük mi is a mérkőzést, és nem adjuk